Pár pillanat is kezdődik a heti TV reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Szent Iványi István stúdiónk vendége, szép jó reggelt kívánok. Jó reggelt kívánok. Itt van velünk Kovács András, az Origo főmunkatársa. Azért hívtuk, hogy segítsen nekünk megérteni, mi is történik a Brexit-tel, gőzerővel kapcsoltak. Ugyan a ma reggeli BBC híreiben, mint arról beszéltek, van, hogy az Európai Unió valami 40 millió valamivel meg akarja őket büntetni. Ez igen, akkor nagyon bonyolult a történet, és szertágazó, de megpróbálom ezt leegyszerűsíteni. Tehát nem megbüntetni akarja, az Európai Parlament egy határozatot fogadott el. Ez nem kötelező az Európai Unióra nézve, viszont az Európai Parlamentnek van nagyon erős a jogosítványa, mert a végének jóvá kell hagynia a megállapodást. Na most az Európai Parlament álláspontja valóban az, hogy Nagy-Britannia mintegy 60 milliárd euróval tartozik az Európai Uniónak. Tehát, hogy ennyit kell. Tehát akkor nem büntetés, hanem tartoznak. Hát ők így fogalmaznak, de ezt a Nagy-Britannia büntetésnek tekinti. Tehát a dolog lényege az az, és azért ez minket is alapvetően érint, hogy kell-e fizessen Hát azok után, hogy ő kiszáll, sőt, addig, amíg még bent van, de már tárgyal a kilépésről, kell-e hozzájárulást fizetnie. Miért fontos ez? Nagy-Britannia a második legnagyobb nettó befizetője az Európai Uniónak, Németország után, évi 10 milliárd eurót adott idáig, vagy 10 milliárddal többet fizetett be, mint amennyit kivett. Tehát az az évi 120-130 milliárd euró, amit szétosztanak a tagállamok között, és ebből mi is kapunk évente 4-5 milliárd eurónyit, az gyakorlatilag ebből a részben ebből a pénzből van. Ha Nagy-Britannia kiszáll, akkor kevesebb a pénz. Hiányozik a költségvetésből. És az Európai Parlament azt akarja, hogy mindenképpen fizessék be 2020-ig, mert ugye a pénzügyi ciklus az 2020-ban zárul le, sőt azt mondják, hogy ha részesülni akar a Vámunióból és a szabadkereskedelmi övezetből, akkor továbbra is fizessen, ha nem is ennyit, de fizetnie kell hosszú távon is, mint ahogy Norvégia és Svájc is fizet. Ugye mi jól tudjuk ezt, mert a norvég alap körüli ügyek kapcsán kiderült, hogy Norvégia is fizet lényegesen kevesebb pénzt. Csak más módon társultak. Más módon társultak. Igen, ő egy ilyen társulást kötött, hogy a szabad piachoz való hozzáférés fejében a szegényebb Európai Uniós tagállamokat támogatja bizonyos összeggel. Na most ezt a Nagy-Britannia esetében nem kis összeggel, hanem nagy összegben szeretné megállapítani az Európai Parlament. Ez egy kiinduló álláspont. Tehát senki nem gondolja, hogy valóban 60 milliárdot fog fizetni. Ugye a brit kiinduló álláspont pedig az, hogy nulla. Semmit nem fizetnek. Nem, és a kettő között azért valahol meg kéne állapodni. Itt ez a lényeg. Tehát ugye itt három izgalmas pontja van a tárgyalás sorozatnak, vagy ennek a tárgyalásnak, vagy három nagy tétje. Az egyik az mindenképpen a munkavállalók szabad mozgása. Ez is érint minket, magyarokat is, hát közel 100 000 magyar dolgozik, él ott. Itt a kérdés az, hogy Ez egy számháború, mert mindenki egész. Hát jó, most én... Van, aki 500 ezerről beszél, van, aki 100 ezerről beszél. 500 ezerről az össze, akik Európában bárhol vannak, azt szokták emlegetni. 500 ezer biztos, hogy nincs Nagy-Britanniában. Én a 100 ezeret mondom, szerintem annyi biztos, hogy van. Tehát a brit adatok is 100-120 ezeret mondanak, akik hivatalosan bejelentetten magyarok ott vannak. Ugye itt a munkavállalás kapcsán két fontos kérdéskör van. Az egyik az, hogy mi lesz azokkal, akik már most ott vannak. Szerintem az ő jogaikat lehet biztosítani a tárgyalások során, és ezt igazából nem nagyon mondani. Az angolok akarják, hogy a saját embereiknek biztosít, ezzel, hogy biztosítják a magyaroknak, ezzel biztosítják a sajátjait. Ez lehet egy csere. Na, de hát van egy olyan álláspont is, és azért sokan ezt képviselik, a magyar kormány is ez áll közel, hogy maradjon fenn továbbiakban is, tehát az újonnan érkezők számára is. Én azt hiszem, hogy ez nem reális, hiszen a kilépésnek az egyik fő oka az volt, hogy nem akarták a britek. Én a héten Máltán jártam az Európai Néppárt kongresszusán, és azt tapasztaltam ott, hogy ugye itt tavaly júniusban volt a népszavazás. De valahogy úgy tűnik nekem, hogy még mindig az európai vezetők egyfajta sokban vannak, pedig már eltelt több mint 9 hónap azóta, és még mindig igazából senki nem tudja, hogy mi lesz ennek az egésznek a vége, és hogy hogyan is fog kinézni Európa, miután a britek távoztak. Ön szerint milyen lesz ez az Európa Nagy-Britannia nélkül?
Ez a jövő nagy kérdése, és ezt igazából senki nem tudja. Ez valóban egy nagy sok, hiszen idáig az Európai Unió története, vagy az Európai Közösség története abból állt, hogy folyamatosan bővült, újak és újak léptek be. Talán túl gyorsan is. Hatan indultak, most már 28-an voltak, és most először egy tagállam kilépés mellett döntött, ráadásul nem egy akármilyen tagállam, hanem Európa második, harmadik legnagyobb gazdaság, ugye Franciaországgal nagyjából azonos erőt képvisel, legütőképesebb hadereje, Európa pénzügyi központja, a londoni City, tehát azért ez nem egy kis sok, ez egy igazi nagy sok, és az Európai Unió jövőjére is meghatározó hatása. De addig, amíg nem tudjuk, hogy mi lesz az eredménye a németország és a franciaországi választásoknak, addig nincs is miről beszélni, hisz az is nagyon nagy mértékben szerintem befolyásolhatja, hogy milyen lesz az összkép. És egyáltalán attól, hogy ki lesz a német kancellár és ki lesz a győztes Franciaországban, a tárgyalásokra is ez ki fogja vetni szerintem. Teljesen egyetértek, és ezért nagyon nehéz a helyzet, mert ugye az 50. cikke ebben szigorú. Az a Lisszaboni szerződés 50. cikke az azt mondja, hogy a bejelentéstől számított, ez ugye két nappal ezelőtt történt, már március 29-én, két év áll rendelkezésre. Ha nem születik megállapodás, akkor megállapodás nélkül lép ki, ami a legrosszabb lenne mindenkinek, mert ez azt jelenti, hogy akkor semmi sem lenne érvényes. Sem a vámunió, sem a munkavállalói szabadság, semmi. Tehát ebben senki nem érdekelt. Ebben senki nem érdekelt, viszont másfél év alatt kéne lefolytatni akkor a tárgyalásokat, ugye kell egy fél év a ratifikációs folyamatra, úgy, hogy ahogy az imént ő mondta, közben a két meghatározó tagállamban olyan választás van, aminek a kimenetele bizonytalan. A franciát tekinteném most kevésbé bizonytalannak, bár ott is megvannak a kockázatok, de úgy gondolom, hogy ott azért nagy esélye van Macronnak, aki egy technokrata, Európa párti ember. Németországban azonban bármi lehet, ugye lehet egy olyan, legyünk őszinték, én ugye nem ebben bízom, én abban bízom, hogy az Angela Merkel marad és marad a vonul, az a külpolitikai vonulat, amit ők követnek, de egyáltalán nem lehet kizárni egy szociáldemokrata, posztkommunista, zöld koalíció lehetőségét sem, ez benne van a pakliban. Ugye ennek lett volna főpróbája Szárvidék, ott megbukott, mert ott ugyanezt hirdették meg, hogy egy új koalíció, amit a szozzemek vezetnek, a posztkommunisták, a Linke posztkommunista pártal együtt, és a zöldekkel. És ha a zöldek bekerülnek, nem sok választotta el őket, kevesebb, mint 1%, akkor meg tudták volna csinálni. Annak erre, hogy nagyon nyert a CDU. De ezek hárman meg tudták volna ezt csinálni. Tehát van a kockázat most, hogyha egy Martin Schulz-féle baloldali, kicsit populista irányba induló, posztkommunista erőkkel megerősített koalíció jön létre, az egy teljesen más Európát jelent, mint az, amelyiket a Angela Merkel fémjelez. Arról nem beszélünk, Olaszországban sincs még a meccs teljesen lejátszva. Olaszországban sem. Egyáltalán is lejátszva. Hát észak-dél az... Igen, és most egy aggasztó fejlemény Olaszországban az, hogy a Lega Norda és az öt csillagos mozgalom között létrejött valamiféle együttműködés. Ez fölveti azt a lehetőséget, hogy valóban az öt csillagos mozgalom, ami most a legnépszerűbb, ez egy viccpárt, egy komédiás, egy stand-up. Ez olyan, mint nálunk a kétfarkú gutyapárt? Nagyjából igen, egy kicsit komolyabb talán, de nagyjából ugyanez, tehát egy stand-up szereplő abban az élőben, pedig aképpen nem is lehetne miniszterelnök, mert az olasz törvények kizárják azt, hogy aki jogerősen bűncselekmény miatt elítéltek, az miniszterelnök legyen, ő egy ilyen személyiség. Amnestiát fog kapni, és megvan oldva. Hát bármi lehet. Ők most egy szövetséget akarnak kötni a Lega Nordával, ezzel a szélsőséges északi párttal, amelynek többen az végső célja a kiszakadás és az elválás, de az elsődleges célja, amiben ők egyet is értenek, az Európai Unióból való kilépés. Tehát itt borzasztó fenyegető dolgok vannak előttünk, tehát amikor föltette a szerkesztő úr azt a kérdését, hogy akkor a mi lesz... A skótok viszont az írek ragaszkodnak, mi lesz velük? Ez is egy nagyon nehéz ügy, mert a... Álmatlan éjszakái lesznek a királynőnek? Neki is lehetnek, de mindenkinek lehetnek, ugyanis ők azért ragaszkodnak, mert ők benne akarnak maradni az Unióban. Igen, ám csak Spanyolország már jelezte, hogy ő megvétózza Skóciának a belépését, mert ő nagyon fél attól, hogy ez a Katalóniára fog egy olyan hatást gyakorolni, hogy ha én kilépek Spanyolországba, akkor is bekerülhetek az Unióba.
Ugye itt az van, hogyha kilépnek Britániából, bemaradhatnak az Unióba. Tehát ez egy rendkívül bonyolult ügy, ráadásul Theresa May az nagyon határozottan kijelentette, hogy nem járulnak hozzá egy új népszavazáshoz addig, ameddig nem, le nem zárulnak a Brexit tárgyalások. Az ő szempontjából ez egy teljesen érthető és logikus álláspont, mert nagyon gyengíti a tárgyalási pozícióját az, hogyha a háta mögött már valaki tárgyal az Unióval, vele szem őt megkerülve. Tehát neki az az érdeke, hogy egyelőre az egész Szigetország nevében tárgyal. Kedves nézőim, ennyi, ami belefért mai műsorunkba. Stúdiónk vendége volt Szent Iványi István, a liberálisok képviselője. Visszavárjuk, indulnak nagyon klassz külpolitikai magazinműsoraink, amiben feldolgozzuk azt, hogy mi is vár ránk. Köszönjük, hogy rendelkezésünk rá a viszontlátásra. Most egy kis előzetes, és utána érkezik Galló Béla.